Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából. Röviden megismételném magamat, hogy hogyan jutottam ehhez a forráshoz. Amikor az anyukám meghalt, nagyon szomorú voltam, és a Biblia segített. Ebből merítettem erőt. Olyan hirtelen jött egy ötlet, fogtam a nyakláncomat, és láttam azt, hogy bizonyos szavaknál, mondatoknál a nyaklánc egy másik irányba fordul ki, és ha én ezeket a szavakat, mondatokat egybeolvastam, akkor ennek volt értelme. Egy időben jönnek olyan gondolatok kívülről, és ez a forrás, amit szeretnék nektek mutatni, ezek az üzenetek a Bibliából. Ehhez hozzá kell tennem azt, hogy a Biblia az egy régi szöveg, azon kívül német nyelvű, így kicsit formálom a tartalmát, hogy passzoljon a mi jelenlegi helyzetünkre. Tehát nem mindig szó szerint adom tovább, mert ennek a régi stílusnak néha nincs értelme a mi hétköznapjainkra. És én kezdtem az üzenetet. Most itt nyitom ki, és még mindig a nyakláncomat használom. A nyugati országokban kevesebb a munka, vagy sokan nem akarnak dolgozni. A pénz, itt lesz veszteség. Fontos, hogy te foglald el a helyedet az életben, ahol megvan a biztonság érzete. Nyugaton nem találod meg a szerencsédet. Vagy várnod kell, amíg javul a helyzet. Ügyelj a lelki dolgokra. Ápold a belsődet, a lelki dolgokat, vagy az érzelmeidet. Hallgass oda arra, hogy mit sugall a belső hangod, mert ez az utad. A lelked tudja, hogy melyik úton kell járnod. Megvan a remény ahhoz, hogy javuljon a helyzeted. Valaki gondol rád, mert
szeret téged. És ez volt az égi üzenet a Bibliából. Amennyiben tetszett ez a felvétel, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy annak is örülnék, ha meglátogatnál a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!